Szia, szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, a mai valami ötöt nem másra, mint a feleségemmel fogom filmezni, ugyanis a feleségem, ugye, aki nem tudná, ő nem magyar. Ő itt született Ausztráliában, és a mai valami ötben érdekes törvényekről lesz szó. Azért gondoltam, hogy a feleségemmel fogom ezt készíteni, ugyanis ezeket a törvényeket én azt mondom, hogy Ausztráliában 95% a lakosságnak nem tudja. Ugyanis ahogy mondtam, ezek ilyen érdekes törvények, a legtöbbi az ilyen régi törvény, amit elfelejtettek megváltoztatni, vagy lehet, hogy nem akartak, és kíváncsi lennék, hogy ezekből a törvényekből a feleségem hányat fog tudni. Végülis ez egy ilyen ki mit tud lesz. Amire gondoltam, ugye ma a mai videóban lesz nyereményjáték. Itt van a számítógép mellettem, nem tudom, hogy látjátok vagy nem. Ide le van írva angolul, ugyanis van egy pár kérdés. Úgy fogjuk ezt az egészet csinálni, hogy van egy pár kérdés, és hogy könnyebb legyen, ugye adtam 3 darab választ mindegyik kérdéshez, A, B, C. A feleségemnek le van írva angolul, nekem alája le van írva magyarul, amit fel fogok nektek olvasni. És, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, semmi más nem kell csinálnod, mint arra kérlek meg, hogy a videó alá, ide, majd a végén írjad meg, hogy ti vagy te hány darab kérdésre sikerült válaszolnotok helyesen. Mindegy, hogy egyre, kettőre, az összesre, vagy egyetlen egyre se, hogyha megírod ide a választ, részt fogsz venni a nyereményjátékban. Ezen kívül semmi más nem kell csinálod, mint ugye fel kell legyen iratkozva ide erre a csatornára, hogy szoktam mondani, és egy lájkot nyomni erre a videóra. Úgyhogy, én szerintem álljunk neki. Are you ready? Yes. Rendben van, azt mondta a feleségem, ő készen áll. Ugye, olvassa az első kérdést magyarul, a feleségem pedig közben olvassa angolul. You're gonna read the first one in English and I'm gonna read it in Hungarian to them, alright? Okay. So, az első érdekes törvény, vagyis kérdése. Mi az, ami illegális, mondom, várjál, illegális, ha benne hagyod a parkoló autódban a, mondom, a táskádat, B a kulcsodat, C az üveg vizedet. Mi az, ami illegális? Tehát mi az, amit nem hagyhatsz bent az autódban, ugyanis, hogyha megváltja a rendőr, meg fog érte büntetni. Mit van? Táska, táskát nem hagyhatsz bent, kulcsot, vagy a vizedet? Az üveg vizedet. Paralabóra. Azt mondja a feleségem a C. C? Igen. Az üveg vizedet. I know it's super bad, hey! Amit nem hagyhatsz bent, az a kulcsod. Nem hagyhatod benne a kulcsod az autódba és elsétálhatsz, ugyanis ezért megbüntet nálunk a rendőr. B. Keys. You cannot leave your keys in your... I knew that, but I thought because it's a stupid thing or a silly thing, I thought it would have been B. Oh, well. Úgyhogy... I knew it was B, but... Írjátok le valahova, vagy jegyezzétek meg, és ahogy mondtam, majd a videó alá írjátok meg, hogy hányat találtatok el. Második. Gyerekek számára illegális alkoholt, cigarettát és kondomot vásárolni. De, itt egész is ki a mondatot, mondom a 3 lehetőséget. A. Nem illegális, hogyha a szüleiknek vásárolják. B. Nem illegális, hogyha ők használják. C. Nem illegális, hogyha újra eladják. Mit van? I, B, O, C. Wow, this one's a tough one. Because I'll say not illegal, it's all illegal. It's illegális, tehát nem vásároltak alkoholt, cigarettát, kondomot, de a, ugye a szüleinek vásárolhatnak, mert nem saját maguknak, nem vásárolhatnak, de használhatják, vagy C, újra eladhatják. I'm gonna go with A. A, azt mondja a feleségem az A. Ugye nem vásárolhatnak, de a szüleik számára nyugodtan vásárolhatnak. A helyes válasz nem más, mint B. I was gonna say B. Ugyanis nem vásárolhatnak, de használhatják. Érdekes törvény. Én azt nem tudom, hogy miért így van. Én azt hittem volna, hogy ugye a szüleidnek vagy a szüleiteknek vásárolhatnak, de ők egyáltalán, ugye benne is van, hogy nem vásárolhatnak, de használhatják. Tehát nyugodtan ihatnak alkoholt, cigarettát, na minden. Úgyhogy, én mondtam, hogy It's kids, children should not be allowed to buy them. I know, but they are interesting, silly. Yeah, but I was thinking B. Úgyhogy, menjünk a következőre. Eddig még egyet nem sérült el a feleségemnek. So far it's zero, none, one.
Doesn't matter. This is embarrassing. A Brighton parton, ez a Brighton Beach, ez a Melbourne-ben van, ez egy ilyen, ahol lehet ugye úszni lent a tengerparton, nem úszhatsz, kivéve ha. Tehát ezen a tengerparton nem úszhatsz, kivéve ha, pont, ugye ki kell egészíteni a mondatot. Mondom az elsőt, van rajtad napkrém, tehát be vagy kenve mindenhol, akkor úszhatsz. B. 18 éves, vagy az fölötti vagy. C. Van rajtad ilyen úszóruha, ami a nyakadtól a lábadig tart. Tehát ez az a surface-ös ruha, ugye? Ez a gumiruha. Melyik? A, B vagy C? A, B, C, O. No, A, B, O, C. I don't know where Brighton Beach is. Is in Melbourne. Is in Melbourne. A, B, C. Kérjünk telefonos segítséget. I'm tossing between B and C. Just speak for, azt mondja a feleség, hogy a B vagy a C valószínű, a B vagy a C. Szerintetek melyik? 18 vagy az fölött vagy, C, ugye kell viselned ilyen gumiruhát, ilyen úszóruhát, csak akkor úszhatsz a törvény szerint. I'm gonna go C, but I think it's B. So C? I'm gonna go with C, but I think it's B. Azt mondja a feleségem a C. A helyes válasz pedig nem más, mint C. C! Azon a tengerparton csak akkor úszhat, hogyha van rajtad ilyen gumis úszóruha. Yeah. Ez ilyen régi törvény, tehát senki nem tartja be, de valami oknál fogva ezt a törvényt hozták, nem változtatták meg, gondolom én, és a mai napig ez a törvény van életben. Ugyanúgy van, hogy az összes többi. Ha hirdeted, hogy elveszett, vagy ellopták a kutyádat, telefonodat, ugye valamidet, a hirdetésben benne kell, hogy legyen pont. Tehát itt arra gondolnak, hogy ugye kinyomtatsz ilyen lapokat, hogy elveszett a kutyád, és kirakod a fára, ugye a fára az oldalára felszegeled, vagy valahova a falra. Ide bele kell, hogy legyen, hogy írva, ugye mondom, hogy micsoda, feltétlenül, hogy benne kell, hogy legyen, a... oda kell írni, hogyha megtalálod, hogyha ugye valaki visszaviszi mondjuk a kutyádat, nem fogod megkérdezni, hogy honnét van a kutya, hogy ő találta el, vagy ellopta, hát semmit nem fogsz kérdezni, csak visszaveszed a kutyádat, és mondjuk azt neki, amennyi pénzt ugye adsz neki, hogyha így volt hirdetve. Vagy pedig benne kell lenni a hirdetésbe a telefonszámodnak, mindenféleképpen, vagy pedig C, benne kell lenni egy fénykép az ellopott, vagy elveszett tájról, vagy kutyáról. Tehát, A, B vagy C? Szerintetek melyik? A, B or C? I think it's C, but I'm... C. Azt mondja a feleségem a C, hogy egy fényképnek rajta kell legyen, hogy az elveszett vagy az ellopott tájról. There's a statement that no question will be asked. Érdekes, nehéz kérdés. I'm gonna go with C. C. Azt mondja a feleségem, hogy C. A helyes válasz pedig nem más, mint... A. Oh! I knew it! Bele kell, hogy legyen, hogy írva, hogyha megtalálod, visszahozza neked, nem fogod megkérdezni, hogy hol találta, ellopta el véletlenül mondjuk a kiskutyádat a parkból, és ugye vissza akarja neked adni pénzért. Nem fogod megkérdezni, ennek benne kell, hogy legyen a hirdetésben. I should go with my instincts, seriously. Úgyhogy menjünk a következő kérdésre. Ez ilyen jó kimit tud. Lehet, hogy ki lehet volna a kérdés, telefonos segítséget, nem? Vagy van? Vagy közönség segítséget. You should have asked, you know, that, what's that? Who wants to be a millionaire? To call someone on a phone. I'll maybe do it for them. Megjelölj. Következő kérdés. Életfogytiglan Ausztráliában hány év? Tehát hány év az életfogytiglan itt mindenünk Ausztráliában? Mondom. A. 100 év. B. 25 év. C. 50 év. Tehát mennyit kap valaki, hogyha életfogytiglanra ítélik itt Ausztráliában? A, B vagy C. I, B, C. Well, I wish it would have been 100 years, but unfortunately, a feleségem, hogy Australia, bár csak 100 év lenne, de itt nálunk Ausztráliában, 25 év, ami a B. A helyes válasz pedig nem más, mint a B. A feleségem eltalálta, yes, it's 25 years. I wish it would have been 100 for murderers and rapists. Valakit, ugye, meggyilkozt, vagy akármit, és életfogytiglanra elítélek, nem kapsz többet, mint 25 évet. Kivéve olyan előszokott fordulni, sometimes it happens when you get two life sentences, yeah, two yes. Over, you get, kapsz kettő életfogytiglat, vagy hármat, ugye. De ha kapsz egy sima életfogytiglat, tehát mondjuk
vagy 20 éves, vagy 25 éves, kiengednek 25 éves, 50 éves leszel, és leült az életfogytiglanos büntetésedre. A következő kérdés. Olvasom. Vezetsz az autóval, valahol mondjuk vezetsz az autóddal, és valakinek el kell menni pisilni. Mondjuk neked, vagy a gyerekeknek, a feleségednek, de a közelben nincsen sehol sem WC. Hova pisilhetsz büntetés nélkül? Mondom a három lehetőséget. A. Egy fa mellé valahol megállsz az autóval, látsz egy fát, oda rohansz és oda pisilsz, ezért téged nem fognak megbüntetni. B. B, csak közben nem találom a kérdést, a hátsó bal oldali kerék mellé oda pisilhetsz, vagy pedig C, egy üres üvegbe. Tehát, hova pisilhetsz? A, B vagy C? A, B or C? That's legal to urinate. Yes, so you can. They're not gonna give you a fine. Fába, üvegbe, baloldali kerék mellé az autóhoz. B. B. Azt mondja a feleségem, a B. A helyes válasz pedig nem más, mint B. Nem máshol pisilhetsz, mint a hátsó baloldali kerékhez az autóhoz, büntetés nélkül. Fához, üvegbe, jobboldali kerékhez, első kerékhez nem pisilhetsz sehova se. No, it's B. It is? Yeah, ooh, it's B. I got it right then, yay. I'm there thinking, hang on, it's like from the tree. Hogy miért mondta a baloldali hátsóhoz, nem tudom, miért nem az elsőhoz, vagy a jobboldalihoz, vagy egy üvegben, nem tudom, oda nyugodtan pisilhetsz, hogyha nincs a WC a közelben. Ugyan, menjünk tovább, várjál, hol tartottunk. Törvény szerint ki az, aki kicseréleti a kiégett égőt a házadban, ugye a lámpában? Tehát, hogyha itt nálunk kiég egy égő, törvény szerint ki az, aki kicseréleti? Mondom, A, egy felnőtt, B, egy 12 éves ugye, gyerek vagy annál idősebb, C, csak egy ilyen elektromos ember, egy villanyszerelő, ugye? A, B vagy C? Well, I would prefer to be a grown-up. Azt mondja a feleségem az A, hogy egy felnőtt kicserélheti. But in Australia, probably they would allow a 12-year-old and older to do it. De itt Ausztráliában egy 12 éves valószínű, hogy megengedik törvényszerint, hogy kicserélhetik. When they don't. So which one? Melyiket jelöljük meg? I'm going to do A, for my own benefit. Azt mondja a feleségem, hogy ha kiégett ez az égő, ide felállunk az asztalra, és mi simán kicseréljük, anélkül, hogy megbüntessenek minket. A helyes válasz nem más, mint C. C. Oh. Ausztráliában senki más nem cserélheti ki a villanyégőt, mint egy villanyszerelő. A törvény szerint. Persze no, senki nem tartsa be. I don't get it. We do. Of course you do, but by the law, you're not allowed to change a light bulb in Australia. A light bulb? Unless you are a licensed electrician. Are you serious? I did not know that. Wow. De hogy a kiég Ausztráliában itt egy égő, ki kell, hogy írjad a villanyszerelőt. Különben, hogyha meglátja valaki és feljelentenek, akkor nagyon sokat fogsz érte fizetni, de senki nem tartja be. Vasárnap 12 után, délután, illegális, pont, mondom. Ugye ki kell egészíteni a mondatot. Vasárnap 12 után délután illegális etetni a kengurukat, ugye A. B. Nem vehetsz fel rózsaszín nadrágot magadra. C. Nem mehetsz futni. Tehát illegális vasárnap 12 után A. kengurukat etetni, B. rózsaszín nadrágot felvenni, vagy pedig C. futni. Mi kimész és ugye futsz körbe-körbe, állsz körbe, olyan kerület van. A-B-O-C. Nézd a most gyűvő! I know, azt mondja, hogy olyan hülye válaszok meg kérdések, de valamiket meg kell jelölnünk. Which one? Probably C, but probably C. Azt B. I'm gonna go for the stupid one. C or B? B or C? Oh, well, I think it's C. But I'm gonna say B for the fun B. of it. Azt mondja a feleségem, itt biztos, hogy C, de a B fogja megjelölni, hogy nem tudom, érdek, viccesen legyen. A helyes válasz nem más, mint, figyelj, feeding the kangaroo. B. B. Vasárnap 12 után nem vehetsz fel rózsaszín hosszú nadrágot, mert meg fognak büntetni érte. I thought so.
So I got it somewhat right. I know. I don't know. Nem tudom, hogy miért, de ez a törvény. Mi az, aminek nem öltözhetsz fel Ausztráliában a törvény szerint? Mondom, A. Nem öltözhetsz fel például lánynak, hogyha fiú vagy lánynak, vagy ha lány vagy, akkor fiúnak. Tehát ugye az ellenkező ugye szexnek ugye neműnek. Vagy pedig B. Nem öltözhetsz fel Batmannek vagy Robinnak. Vagy nem öltözhetsz fel C. Kengurunak. Tehát, mi az, aminek nem öltözhetsz fel? Hogyha fiú vagy, akkor lánynak, hogyha lány vagy, ugye fiúnak, ez volt az A. B. Nem öltözhetsz fel Batmannek vagy Robinnak. Vagy C. Nem öltözhetsz fel kengurunak. Was it for grown-ups or kids? It doesn't matter. That's what it is. But kids are allowed to dress as Batman A, Robin. B or C? A, B vagy C? A. A. Azt mondja a feleségem, A. Én Ausztráliában nem öltözhetsz fel lánynak, ugye, hogyha fiú vagy, vagy nem öltözhetsz fel fiúnak, hogyha lány vagy. Megjelölj? Igen, a... Do you wanna look it in? I... In Australia, yes, you can unless it's Mardi Gras. Okay, megjelöljük az ott. Azt mondja a feleségem. A helyes válasz nem más, mint Ausztráliában nem öltözhetsz fel Batmannek vagy Robinnak. A helyes válasz a B. Are you kidding me? But kids always dress up. Törvény szerint, by the law, you cannot dress up as Batman or Robin. But kids do. Felöltözhetsz fiúnak, vagy lánynak, vagy Supermannek, vagy aminek akarsz, de Batmannek vagy Robinnak törvény szerint nem öltözhetsz fel Ausztráliában. Well, that's stupid. Well, that's what it is. Kids always dress up. That's why I said I thought. But, oh, well, I'm glad that the opposite sex of yours is allowed. Utolsó kérdés. The last one. Okay? Oh. Ugyej, utolsó kérdés. Melbourne-ben este 10 és reggel 7 óra között hétköznap, hétvégén pedig este 10 és reggel 9 óra között mi az, amit nem csinálhatsz törvény szerint? Tehát, még egyszer, Melbourne-ben, nem itt nálunk, Melbourne-ben, este 10 és reggel 7 óra között hétköznap, hétvégén pedig este 10 és reggel 9 óra között mi az, ami nem engedélyezett a törvény szerint? A. Hangosan énekelni. B. Füvet vágni. C. Porszivózni. A házadat, ugye. A, B, vagy, or, C. Lawnmowing, B. Azt mondja a feleségem, B. Ami nem volt más, mint ugye füvet nyírni, nem szabad. Are you sure? You want to look it in? In Australia usually that's it, but it could be vacuuming your house if it's silly. So which one? Azt mondja, lehet, hogy a C. A. O. Singing loud. You just said B or C, and then I know. Yes, I don't know. Azt mondja, feleségem, O. I want to call a friend, but I can't. No, you can't call anybody. Megjelöljük az ott. You want to look it in? B. That's B. It, B. Okay, B. A B-vel, azt mondja, a B-vel vegyük, ami ugye nem más volt, mint a fűnyíró. Fűnyírás. A helyes válasz nem más, mint C. 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 Nem lehet a házadat porszivózni, mert lehet, hogy nagyon hangos, és a szomszédokat ez zavarja, nem tudnak aludni, tévét nézni, ugye, amit akarnak. Úgyhogy ezek voltak az érdekes törvények, amit én sem tudtam, szerintem nagyon sok ausztrál nem is tudta. Ahogy mondtam, ezért gondoltam, hogy a feleségemet fogom megkérdezni, és kíváncsi voltam, hogy hányat fog tudni. Ahhoz képest elég jól tudott egy párat. Pontosan nem számoltam. Hát mert ennyi vigyíja. Nem számoltam, de egy párat tudott. Négyet vagy ötöt? Jaj, azt mondom, hogy négyet vagy ötöt, de egész jól válaszolt. Kíváncsi lennék, hogy ti hányra tudtatok helyesen válaszolni, tehát ide a videó alá írjátok meg, hogyha részt szeretnétek venni a nyereményjátékban. Ahogy mondtam, mindegy, hogy egyre sikerült, vagy egyre sem, ugye akkor is részt szoksz venni ugye a nyereményjátékban, de én tényleg kíváncsi lennék, hogy hányat találtatok ti el ebből. És volt egy pár érdekes kérdés, főleg ez a Batman-es, meg ez a rózsaszín nadrágos, ami nem más lehet nyerni, mint egy ilyen ausztrálos kulcsartót, majd egy kétes lapot, amit majd ki fogunk sorsolni ez a videó után, vagy valamelyik nap, ugye, ahogy szoktam ugye csinálni. Úgyhogy, mára ennyit... What do I win? Kiss. Ezt érte a feleségem is, azt kérdezte, hogy ő mit nyert. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani.
Sziasztok! Szia! Szia!